Terék Anna fiatalkora ellenére már szép sikereket tudhat maga mögött. A topolyai költőnőnek két kötete jelent meg ez idáig. Verseit számos irodalmi folyóiratban leközölték. Egyik kötete alapján színpadi produkció készült, és a díjak sem maradtak el. Költészetét Vajdaság határain túl is méltatták. Mindennek tudatában felmerül a kérdés, hogyan tette meg Anna a költői lét felé vezető út első lépéseit. Eleinte, amikor ugye elkezdtem általános iskolába járni, és akkor kaptuk ezeket a házi feladatokat, hogy írjon az ember fogalmazást, beköszöntött az ősz, meg egyéb ilyen, mi történt a vakáció alatt témákra, akkor azt tudom, hogy még anyukám írkálta meg javarészt, tehát elég erős, teljesen besegített, és ott valamikor, amikor negyedikes, ötödikes lehettem, akkor éreztem rá arra, hogy végül is jó dolog ezt, hogy valóban megírni, hogyha az ember saját kezűleg írja meg. Akkor kezdődött el az egész vonzódás ahhoz, hogy végül is én meséljek el valamit, nem másokkal meséltessem el magam helyett. És akkor már valahogy nem feladat jelleget öltött, hanem sokkal inkább szórakozás volt ez a számomra. És ott valamikor, amikor hetedikes voltam, akkor volt egy ilyen jópajtás fogalmazási verseny, tudom, hogy akkor volt az első úgynevezett novella, én annak hívtam, ez persze közel sem volt az, de hogy akkor volt az első írásom, amit úgy büszkén le tudtam tenni, hogy na ez most akkor 100%-osan az enyém, komoly is, szól is valamiről, volt értelme neki, és élveztem. Elég sokan kezdik így, mondjuk hasonlóan, hogy tini korukban esetleg írnak egy-két verset, ilyen novellaszerűséget, de az azért legtöbbünknél abban marad. Most ez nálad folytatódott, ez hogy történt? Hát én magam sem tudom, ez tényleg nem általános, de nagyon jó is az, amikor az ember tini korában kifejezi valahogy magát. Ugye az a periódus az ember számára, amikor főként keresi saját magát, meg a saját magára, nem saját magára, hanem saját magának a kifejezési lehetőségeket, tehát mindezt, hogy kiadja magából, ami benne van, illetve hogy körül tudja írni saját magát. Úgyhogy ilyenkor persze, hogy mindenki így írkál, és az jó is, jó dolog is, hogyha valamilyen csatornát tud arra találni, hogy megjelenítse mindezt, ami magában van, nem tudom, valahogy nekem én benne ragadtam, vagy nem is pontosan benne ragadtam, mert egy idő után ez már nem egyfajta élvezet volt, hanem egy bizonyos fajta késztetés. Tehát, hogy számomra az írás egy idő után már nem szórakozás volt, tehát, hogy kikapcsolódok, és akkor jól érzem közben magam, sokkal inkább olyasmi volt, amit egyszerre élvezek is, de kínlódok is tőle. Viszont folyamatosan jött egy késztetés, hogy ezt folytassam is, hogy foglalkozzak ezzel. Mondjuk a tini korra nagyon jellemző, hogy az első témák mondjuk az ilyen szerelem, meg ilyesmi. Nálad is ez volt, vagy már akkor is esetleg különbözött ez a téma? Nem különbözött, ugyanez volt pontosan, az ilyen nagy csalódások, vágyakozások, epekedések, kínlódások, miért nem vagyok jó. Tehát valahol azokban a témákban is, amiben nem pont szerelemről volt szó, de saját magamban keresett hibák és azok taglalása volt, valahol az is erre tükröződött vissza. Tehát egyáltalán nem különböztem ezektől a tinédzser témáktól, hanem pontosan így ugyanilyesmiket is írtam. És amikor később, amikor az első kötetem megjelent, akkor a szerkesztő így fájlalta is, hogy miért kell ennyi szerelmes verset írni, meg hogy minek ennyi szerelmes vers. De igazából, ha belegondolok, azt ilyen 16-17 éves koromtól 22 éves koromig írott verseket fogta össze az első kötetet. Mit tudna mást mondani egy ilyen idős ember? Tehát az volt a téma, ami foglalkoztatott, az volt a korosztályom témája, és hát nem hiszem, hogy sokat tudtam volna mondani 18-9 évesen arról, hogy most akkor hova tart ez a világ. És szerintem ez így oké is volt. A Mosolyszakadás című kötet 2007-ben jelent meg a múzsiai Sziveri János művészeti színpad gondozásában. Amikor megjelent az első könyved, mondod, hogy ilyen összefoglaló volt, javítottál-e? Vagy az eredeti formában hagytad az írásaidat? A szerkesztőm javított. Ő volt az, aki inkább így belebabrált, hogy ez nem jó, az nem jó. Nagyon sok mindenben nem értettünk együtt, nagyon sokat veszekedtünk. Ő állította, hogy ez építő jellegű, ezt nem tudom megmagyarázni, vagy nem tudom megmondani, hogy ez építő jellegű volt. De minden esetre így
én akkor büszke voltam magamra, hogy sok minden mellett ki tudtam mégiscsak állni, vagy meg tudtam magyarázni, hogy ez szerintem miért fontos, mert már akkor is volt bennem valami, hogy el akartam mondani valamit, és azt, ahogy el akartam mondani, azt pont úgy írtam meg. Ő viszont pont azt akarta átformálni, hogy hát akkor legyen olyan, mint ahogy ez szokásos kell, hogy legyen. Én meg ezzel nem értettem egyet, mert hogy ugye valami stílusnak ki kell csiszolódnia, és valami stílusra mindig törekszik az alkotó ember, és hogyha próbálják beleirányítani abba, hogy hát legyél ugyanolyan, mint a többiek, akkor igazából nem csináltunk semmit. Ezek szerint akkor mennyire voltál mondjuk a végeredménnyel megelégedve? Hát úgy köztesen, igazság szerint nagyon-nagyon boldog voltam, hogy úristen megjelent az első kötetem, úgyhogy ez nagyon sok fájdalmat meg vitát így felettetett velem. Nem voltam rá annyira büszke, tehát hogy így jó volt, meg nagyon jó érzés, de úgy nem voltam igazából megelégedve se a tartalmával, se a szerkezetével. Nem volt az, amire olyan elégedettem büszke az ember. Hogy tudtál azzal szembesülni, hogy tehát megjelent, kiadták, egy kötet formájában benne van mindaz, ami abból a korból rád vonatkozik? Hát én szédültem szerintem hetekig, hogy teljesen el voltam ezzel keveredve, és nagyon-nagyon emelkedett hangulatban voltam folyamatosan, hogy tényleg boldoggá tett igazán. De egy idő után volt furcsa az az érzés, amikor már úgy eljutott ugye ismeretlen, számomra ismeretlen emberekhez a kötetem. Elkezdtek olyan dolgokról beszélni, vagy kérdezni, amik valójában velem megtörténtek, amikből én ugye verset készítettem. És olyan kicsit rossz érzés is volt, hogy mintha így pucéran állnék egy csomó ember előtt, és úgy látják azt is, amit én nem biztos, hogy szeretnék megmutatni. Úgyhogy ez így egy kicsit olyan visszahőkölő dolog volt, hogy mondva visszahőköltem tőle, hogy azért mégiscsak így óvatosabbnak kell lenni. A másik kötet, az valahogy, az 3 évig íródott, tehát miután kijött ez az első kötetem, ez. Akkor utána hónapokkal később valahogy megindult ez a Duna utca című vers, ami egy vonatút alkalmával pattant ki az agyamból, és valahogy 3 évig folyamatosan nagyon-nagyon lassan, nagyon-nagyon nehéz, és hát abból a szempontból nehéz munka volt, abból a szempontból volt nehéz, hogy sok mindent kellett úgy megfogalmazni, hogy én azzal pont ezt az érzést tudjam közvetíteni, vagy megjeleníteni, amit én szeretnék. Ami persze egy ilyen fölösleges munka, mert azzal, hogy én valamit megjelenítek, a befogadó azt már teljesen máshogy fogja, vagy nem teljesen máshogy, de maga módján fogja feldolgozni. De számomra egy nagyon fontos volt, hogy pontos tudjak lenni, hogy el tudjam találni azt a szavakkal, amit érzek. A Duna utca című verses kötet 2011-ben jelent meg a Fórum könyvkiadó kiadásában. A topolyai költőnő ezzel a könyvvel robbant be a köztudatba. Számos kritika íródott, fogalmazódott meg a kiadványról, melyek legtöbbje pozitív felhangú volt. A Duna utcáért 2011-ben Annának ítélték oda a Sinkó Ervin irodalmi díjat. A kiadványt 2011 legszebb délvidéki könyvének is kikiáltották. A kötet sajátos hangú hosszú versekből épül fel. Van egy kedvenced azok közül, amiket leírtam? Nincs. Van-e ilyen visszajelzés, hogy a közönségnek mi a kedvence? A Külföld című versen. Ezt nagyon-nagyon szeretik. Pedig én ezt akkoriban annyira nem szerettem. Nem voltam... Mi lehet az oka? Nem voltam vele megelégedve. Ott nem találtam meg azokat a megfelelő szavakat, mint amiket szerettem volna, viszont valami miatt nagyon működik, aminek én tényleg boldog vagyok, mert ez az a versen, amire a legtöbben úgy reagálnak, hogy elmesélik a saját történetüket, vagy hogy ki tudják fejezni magukat. Vagy a vers által, vagy a versen keresztül.
A Puskinban sírtam először Pesten, valami buta filmre ültem be nevetséges vígjátékra. Másra nem volt már jegy, másra nem volt már pénzem. És nevetett a moziban ülő másik hat ember. Hosszú könnyeim lecsúsztak arcomon, a nyakamon végig, egészen a dekoltázsomba. Már sírva kértem a jegyet a kasszánál, a nő nem nézett a szemembe. S ennek először végre örültem, mert akkor még kerestem a tekinteteket Pesten. Szerettem volna, ha bárki megkérdezi az utcán, hogy mégis mi fáj, vagy ha legalább néznek rám. Nekem évek kellettek, hogy rájöjjek, itt még csak vendég sem vagyok, hanem csak társadalmi probléma, vagy egy nemzeti zűrzavar tartozéka. S egy problémának jobb, ha nincsenek könnyei, szemei. Tűrni kell. A villamoson, ha kanyarodik, vagy ha finoman fékez, itt nem simulnak a nőkhöz a férfiak, itt nem érintik a vállukat. Nincsenek véletlen egymáshoz hajlások. Pesten nem nézik a férfiak a nőket. Pont úgy lesnek ránk, mintha szégyelni kéne magukat. Mintha a nők nem tudnák, mintha a nőket nem is kéne nézni. S csak a munkások füttyentenek kötelességből a nők után. Pesten furcsák a férfiak, és furcsák a nők. Aztán sírtam én szinte mindenütt Pesten, a várban, a jégpályán, a hűvösvölgyben, a metrón, a libegőn, a Moszkva téren, a Lánchídon, Zuglóban és Kőbányán, az Asztóriánál esőben, a Városligetben, napsütésben. A tekintetek mindig elsiklottak mellettem, ebben a városban nincsenek tekintetek, ebből a városból nem lehet kitekinteni, menekülni kéne, de látni sem lehet innét a kiutakat. Aztán lassan a hosszú könnyek egészen rövidek lettek. Ma már úgy nézek szemekbe, hogy nem keresek válaszul tekinteteket, már nem nevetek ki leszerbezéseket. Megelőzendő nem mondom, honnan jöttem, mert nem tudom, hová tartsak és hogy kihez tartozzak. Ők szeretnek folyton választani, lehet én mégsem vagyok magyar. Nekem már nincs szép középzárt elbetűm, kezd eltűnni az akcentusom, csak pár beékelt szerb szó és káromkodás jelzi, hogy nem vagyok teljesen magyar. Rajtam már nem látszik, hogy szakadt jugó vagyok. Rólam nem tudja senki, hogy nem tudok vízum nélkül utazni, s hogy az országhatáron az összehajtogatott alsó neműmet is darabonként átnézik. Már nem tudok belesimulni a szabadkai tájba. A lábnyomaimat a sár is visszadobja. Már nem ismerem a főtér minden négyzetméterét, már nem az enyém a kis erdő, a puha levél susogás. Nem tudom, hány dinárba kerül egy bekni kenyér, egy liter tej. Itthon nem tudok örülni a szerb üvöltözésnek, és félek, ha a férfiak egymást verik az utcán. Már zavar, ha nem tudok hajnalban fél ötkor bárhol sóspercet venni, hogy a városi buszokra több mint 10 percet kell várni, hogy az épületek nem is olyan magasak. Engem itthon is bántanak. Már egy másik akcentus miatt. Nekem nincs saját hivatalos nyelvem, és csak kevert kultúrám van. Itthon már idegen vagyok. Oda át mindig szerb maradok. Nekem már mindegy, milyen nyelven kérem a kenyeret a boltban, és hogy a szeretőm magyarul mondja, hogy kellenék neki. Nekem már mindegy, hogy decemberben van-e karácsony, és hogy hanyadikára esik új év. Nekem már mindegy, nemzetileg hová sorolnak. Pedig jó lenne végre valahol valóban külföldinek lenni. Hol szoktál írni? Hú, hát mindenütt. Igazából ahol talál az ember nyugalmat, szerintem ott tud. Amikor 8-9-8 évig laktam kollégiumon, az elég szörnyű volt, mert ott nagyon nem volt nyugalmam. És akkor szoktam arra rá, hogy nem tudom én vonaton írjak, amíg utaztam ugye Budapestre, Topolyáról vagy vissza. Hát tényleg igazából nem maga a helyzet a fontos, hanem az, hogy nyugalomban legyen az ember. Tehát lehet az szoba, lehet az fürdőszoba is, lehet konyha is, csak legyen nyugalom és magány, az a lényeg számomra. És hogyha mondjuk itt ott eszedbe jut egy bizonyos akár gondolat, akár szó, akár mondat, akkor ezt feljegyzed esetleg valahova, hogy a későbbiek során, amikor nyugalmat találsz, hogy akkor ott írd le, vagy ez hogy történik? Van, hogy feljegyzem, de inkább megjegyzem őket. Tehát én nagyon sokat dolgozok így fejben, hogy fejben rakom össze a mondatokat. Jó, mondom, hogy gondolkodok témákról, aztán kell az a feszültség, ami segítségével én le tudok ülni és megírni. De ritkább az, hogy feljegyzem őket füzetbe vagy papírra. Mert hogy igazából valami olyasmiben hiszek, hogyha ez megmarad a fejemben, akkor annak kell további folytatást készíteni vagy írni. Hogyha nem marad meg, akkor lehet, hogy annyira nem is volt jó mondat vagy jó gondolat.
hazafelé. Utánad már nem csókoltam meg senkit. Hazaindultam a buszmegállóból, belém karolt a délután, a járdáról lerúgtam egy kavicsot, és néztem, hogy megőszült az útszélén a kis erdő. Lépésenként mormoltam valamit, hát ha attól még távolabbra visz tőlem, téged az a busz. Mormoltam, hogy ne legyen olyan nagy az a csönd, amit rajtam hagytál. Az utcánkban fogadtunk az egyik kisfiúval, hogy melyikünk fog előbb meghalni. A nyereményben nem állapodtunk meg, ő mondta is, hogy a részvéte fontos. Hazáig kipirosodott az orrom. A lépcsőházban fokhagymaszag volt, az ajtó elől ellopták a lábtörlőt. A bejáratnál végigmértük egymást a szomszéddal, nem volt rajta ing, ezért mosolyogni kezdtem rá, neki ez nem tetszett. Aztán a szobában megbántalak. Levettem a szoknyámat és a harisnyámat, aztán csak ültem és hallgattam, ahogy dobog a szívem valahol a torkomban, és csak bánkódtam. Utána már nem csókoltam meg senkit. Igazából én azt szeretem, amikor ha beszélgetek egy olvasóval, és elmondja, hogy olvasta a versemet, azt szeretem igazából, amikor elmeséli, hogy ő mit tapasztalt, vagy hogy ő mit érzett, neki mi jutott eszébe. Tehát, hogy valami olyasmit érzek, hogy az a jó egy versben, hogyha megnyitja az olvasót. Akár a gondolataiban nem muszáj, hogy ezt rögtön közölje a szerzővel, de hogy így akkor működik szerintem egy mű, hogyha elindít valamit az olvasóban. Igazából, hogyha így szokták kérdezgetni, de ezt hogy gondoltam, de ezt én mit értek ez alatt, akkor úgy érzem, hogy vagy a vers nem működik, vagy maga az olvasó nem befogadó képes, tehát nem akarja befogadni, és sokkal inkább vitatkozni akar. Mert szerintem sokkal fontosabb az, hogy az, aki olvassa, ő gondolkodjon el rajta, vagy hogy saját magában kutasson az iránt, vagy hogy azzal foglalkozom, hogy neki ez mit jelentne, azzal, hogy most én akkor tényleg hol voltam, Dubrovnikban, vagy nem tudom én hol, mit csináltam ott. Tehát nem szó szerint kéne ezt értelmezni. Így amikor ilyen kérdések merülnek fel, hogy de most én ezt hogy gondoltam, hogy értettem, akkor általában visszadobom a labdát, hogy ugye ez az elemzések fő kérdése, és hogy mit akart a szerző mondani. Gondolkodjon ő rajta, nem hiszem, hogy nekem kéne megmagyaráznom azt, hogy mit kéne érezniük az embereknek. Pirkadat rovin van. A nyugalom sótoldús levegőben reped. Állnak a nők a szélben, a porban, a parton, viszi szoknyájuk vonalát a szél. Halakat visz a víz, illata van a napnak, és illata van minden árnyéknak, körülrajzolt alaknak, legyen az akárgy, itt a Szentlélek is halkabban lép a kövek között. A levélpucér fák ágai úgy markolásszák az eget, mintha dúskebbe lenne, mintha tüdőartériák lennének a fekete töredezett ágok. Arrébb jönnek a felhők, mondogatok magamban egy verset, tenger mellett nem lehet szerelmesnek lenni, mondogatom magamban, mint egy verset, valami szikla, valami bú és balkáni istennyila, fütyül a parton a szél. Férfiak nadrágja is lobog, sorban egymás mellé állnak, kihúzzák vállukat, szélnek feszítik mellkasukat, mindjárt feljön a tejfelszínnak. Február van, te undorodsz a halcsontoktól, nekem kis hián ráfagy arcomra a feleslegesen rákent naptej. A Duna utca című verses kötete alapján egyébként egy színpadi líra is készült Beépített holmik címmel, melyet Pál Ágnes, Raffai Ágnes és Hajvert Ákos állított színpadra. Eleinte úgy indult, hogy jó, van, mit tanuljak tovább. Igazság szerint magyar tanszékre nem szerettem volna menni, mindenáron szerettem volna külföldre menni, ugye Magyarországra, hogyha már van ez az A3-as, akkor még volt ez az A3-as ösztöndíj, hogy akkor mindenképpen kipróbáljam, hogy milyen ott élni, milyen egy másik országban élni, milyen egy fővárosban élni. És akkor igazából a pszichológia volt az egyetlen olyan szak, ami engem érdekelt. És akkor úgy voltam neki, hogy hát fussunk neki, akkor megpróbálom. És utána évek hosszú tanulási folyamata során éreztem arra rá, hogy de tényleg ez úgy valahol megfelel is a lelkemnek, meg nagyon jó érzés is az a munka, amikor az ember tud úgy segíteni másoknak, hogy egy olyan részével foglalkozik, ami mind kimarad az orvoslásból, mind az ilyen hétköznapi egyszerű segítő módszerekből, úgyhogy ez számomra tényleg egy ilyen lélekhez és testhez álló munka. És mit gondolsz, hogy hogyan függ össze az írás és a pszichológia? Hát pont ugyanúgy, mint az írás és a villamosvezetés, tehát nem hiszem, hogy ez valahogy jobban... Látsz valami kapcsolatot a kettő között? Nem igazán, mert amikor írok, akkor nem
agyból írok, hogy most akkor felelevenítem mindezt, amit tapasztaltam, vagy amit tanultam volna, sokkal inkább valami ösztönös ötletek alapján. A pszichológiának mondjuk melyik része az, ami különösen vonz, ami mondjuk gondolod, hogy ezzel foglalkozhatnál is a jövőben? Tanácsadás pszichológiájával, és azon belül is ilyen krízisterápiák, a traumatológiának, a traumának a feldolgozása, mindenféle poszttraumatikus stresszavar is annak egyéb folyamánya. Tehát ilyesmikkel szeretnék foglalkozni, szakdolgozatomat is ebből írtam, ilyen poszttraumatikus stresszavar későbbi hatásairól, és ez az, ami igazából tényleg érdekel. Ezt valahogy megfogalmaztad már esetleg magadnak, vagy valaki rákérdezett már, hogy miért éppen ez? Hát valószínűleg biztos, hogy benne van az is, hogy ugye én is átértem jó pár traumát, sokáig küzdöttem én is ezzel a poszttraumatikus stresszavarral, pont a bombázások miatt, de hát valahogy nem tudom, ez az, ami tényleg érdekel. Nekünk úgy mondták mindig az egyetemen, hogy az ember mindig olyan témát választ, ami az élet útjához valahogy tud illeszkedni. Mert hogyha ő átélt már olyan dolgokat, amit ő szeretne vagy kutatni, vagy amivel szeretne foglalkozni, akkor sokkal könnyebben, meg sokkal nagyobb kedvel tud egyáltalán hozzálátni a munkával, meg valószínűleg annak a másik félnek, aki mondjuk leül beszélgetni, és szeretné a traumatikus problémáit megoldani, sokkal nagyobb bizalommal fordul egy olyan emberhez, aki ebben valamilyen szinten már otthonosan, biztonságban mozog. Mondjuk nem tudom, hogy hol szeretnél majd elhelyezkedni, tehát ott Budapesten, vagy terveztél esetleg hazajönni, hogyha mondjuk kapnál itthon munkát, tehát hogy melyik a vonzóbb számodra? Hát egyelőre még ott tartok, hogy a specializációt mindenképpen szeretném megcsinálni, ez még minimum 3 év lenne, amit csak Budapesten lehet készíteni, vagy elkészíteni, Budapesten lehet elvégezni. Azt úgy tudom, hogy Szerbiában még nincs is ilyen specializáció pont erre, amit én szeretnék, ez a tanácsadás pszichológiájára. Úgyhogy azt mindenképpen Budapesten kéne elvégezzem. Mindemellett, hogy írással foglalkozom, és azzal váltál közéleti személyiséggé, ez mellett ugye ékszereket is készítesz. Ez hogy jött a képbe? Hát igazából ez az egész úgy kezdődött, hogy amikor láttam tavaly a szakdolgozatomat tavasszal, miután befejeztem az írását, és ugye vége lett az egésznek, nem maradt több vizsgám, és elkezdtem nagyon-nagyon unatkozni. És akkor volt egy ilyen periódus, hogy csak ettem, aludtam, és az egyre rosszabb és rosszabb volt. Vártam ezt a megadott dátumot, hogy majd védjem a szakdolgozatomat. És egyszerűen annyira unatkoztam, internetezni kezdtem, és akkor találtam nagyon szép ékszereket egy ilyen nemzetközi oldalon. És akkor gondolkodtam, hogy hú, hát ez annyira szép kéne rendelni, de nagyon-nagyon drágáltam őket. És akkor tovább nézegettem azon az oldalon, megtaláltam, hogy lehet ugyanúgy megvásárolni magukat az alkatrészeket, annyit csak, hogy össze kéne szerelgetni őket. És akkor elkezdtem így rendelgetni ezeket az alkatrészeket, és ezzel kezdtem el kitölteni az időm nagy részét, hogy összeszerelgettem. Eleinte csak ezeket a kis madárkásokat készítettem, amik ilyen tényleg nagyon egyszerű volt, hogy a láncot hozzá kellett csatlakoztatni a medálhoz, azt még valamihez, és akkor lehetett így variálni, hogy most akkor hol lógjon a madárka, hol lógjon a kisfa. És akkor utána tértem rá ezekre, amikor ezekre az üveges ilyen kis képecskés nyakláncokra, amik már annyiból kreatívabbak voltak. Igazából ez nem nagy kreativitás szerintem, inkább tényleg csak ilyen időtöltés, amiben annyival kreatívabb, hogy nagyon sokféle lehetőség van, hogy az ember milyen képet tesz az üvegcső alá. És hát így kezdődött az egész utána. Nem tudom, igazából nekem ez ilyen időkitöltésnek indult, aztán én nagyon megnyugtatott. Ez arra volt tényleg nagyon jó, hogy az ember lefoglalja magát, megnyugszik, közben valami szépet is alkot. És hát egyre csak gyűltek, úgyhogy elkezdtem utána őket így már elajándékozgatni, akkor elárulgatni, de hát igazából most így leállt az egész, mert hogy nincs több pénzem rendelni ezeket az alkatrészeket, így most úgy stagnál az egész. A
Facebookra tettem fel így a képeket eleinte, csak azért, hogy hú, hát nézzétek, milyen szépeket készítettem. Ilyen reklámozásból utána volt is, aki írt, hogy hú, hát ez neki nagyon tetszik, megvehetné-e. És akkor eleinte nagyon nehezen váltam meg tőlük, hogy hát azért mégiscsak én ezzel dolgoztam is az enyém, utána rájöttem, hogy annyi van, hogy egyszerűen képtelenség, úgyse fogom őket hordani mind, és akkor így szépen lassan megváltam tőlük. Azt mondják, hogy ugye nem csak az ékszerkészítés, hanem más ilyen aprólékos bíbelődés nevezzük így, jó terápia is. Ezt te hogy tapasztaltad? Igen, ezzel teljesen egyetértek, mert főleg az maga az alkotó tevékenység az, ami segít a léleknek. Nem is abban, hogy most feldolgozzon valamit, vagy hogy valamit megoldjon, sokkal inkább az, hogy ez egyfajta olyan foglalkozás, ami szinte segít magunkhoz utat találni. Tehát, mintha saját magunkkal foglalkoznánk. Én ezt azért szerettem tényleg készíteni, mert valamit mond ugye saját magunkról is, hogy nekünk mi tetszik, mi a szép, valamit alkotunk, valamit létrehozunk, ami mindig egy jó érzést ad. Hát magában a kézművességben van a lényeg. Én úgy érzem, de ez nagyon sok jungiános pszichológus ezt mondja, hogy főleg a nőknél fontos az, hogy valamit tényleg kézzel létrehozzanak, akár babákat, akár varjanak, akár kössenek, ékszert készítsenek, agyagozzanak, rajzoljanak. Ez valahogy mindegy olyan tevékenység, kiváltképp a nőknél, hogy egyfajta olyan időt töltenek el magukkal, ami termékeny. Mondjuk férfiak is tudom, hogy nagyon szeretnek, meg nekik is jót tesz, hogyha nem tudom én festegetnek, agyagoznak. Tehát, hogyha valami olyasmivel foglalkoznak, amiből létrejöhet valami más. Tervezel esetleg még mondjuk nem biztos, hogy pont ezzel az ágával, hanem mondjuk internetezgetsz esetleg tovább, és akkor találsz valami más ágazatot, ami megtetszik, amit igazából mondjuk itthon is jobban hozzáférhető. Igazából annyira nem voltam én ezzel... Annyira, nem komolyan foglalkoztam én ezenvel, hogy szerintem vannak, akik tőlem sokkal-sokkal szebb ékszereket készítenek. Tehát én egyáltalán nem tudnám ezt úgy tartani, hogy ez számomra valami hivatás lenne, vagy foglalkozás, ez tényleg inkább csak időtöltés volt. És a fölöslegen való túladás, hogy akkor ne maradjon nálam, hanem akkor inkább menjen, mások is hordják. De szerintem nem, nincs egy akkora nagy tehetségem benne, hogy most erre egy életet áldozzak, vagy hogy nem, hogy áldozzak, hanem hogy az egész életemet erre tegyem föl. Tényleg inkább számomra ez csak szórakozás, időtöltés. Ami valamilyen szinten folyamatosan jelen van Anna életében, az mégiscsak az írás. Jelenleg is dolgozik valamin. Amikor megírtam a legutóbbi könyvemet, akkor utána egy éven keresztül nem tudtam leírni egy olyan sort sem, amire én azt mondanám, hogy na, ez most vers. Úgyhogy ez elég ilyen kínlódás volt, ami fura, mert az ember mindig úgy hiszi, hogy ha na nem jön több vers, hát ha akkor most már vége, akkor már nem kell többet írni. Kicsit úgy mindig reménykedik az ember, és az volt nekem tényleg fura, amikor már egy éven nem írtam, hogy így hiányzott az egész folyamat. Hogy jó, most már azért tényleg, hogy akkor most már induljanak el, jöjjenek már azok az ötletek, jöjjenek már a készítések. És per pillanat így írok verseket halott nőkről, illetve az ő életükről, vagy hát pontosan azt szeretném körbejárni, hogy a pokol hol kezdődik, hogy még az élet folyamán, vagy az élet után, vagy hogy hol van ez a két lét között a határ, és hát ilyen élettörténeteket szeretnék írni. Ebből már így készült pár, meg volt is, amit publikáltam Vajdaságban, illetve Magyarországon, úgyhogy most ezen dolgozok, de még el fog szerintem tartani egy jó ideig, mert nagyon-nagyon nehéz témák, nagyon nehezen megy, és eléggé megvisel maga az erről való gondolkodás, vagy ezek az érzelmek, amiket belőlem kivált még a munka. Akkor ez mégiscsak összefügg a pszichológiával. Hát igen, ez akár, hogy nem tudok leülni magammal, ezt jól megbeszélni, hogy akkor valahogy a traumát, amit ez az írás okoz, ezt fel tudjam dolgozni, de hát valahogy majd csak. Köszönöm.